also Grove Street. All my homies know the way, fuck the police. Küszöle ajnak, mit a tény, büszül Loki. Na csőcső, szevasztok srácok, elérkeztünk egy újabb remek naphoz, viszont... Tegnapnak a vége az valahol megsérült, úgyhogy... Hát... Annak a vége az úgy leves, de... Tudom, hogy hol volt a hiba. Fia, több mire csőcső. Csőcső. Na, tegnap nem voltunk. Valahogy nem éreztem magamat a toppon, hogy legyek. És inkább kihagytam a tegnapi napot. Kíváncsi vagyok, hogy tegnap ki volt, és hogy mi volt. Hát ezt jó meg azt mondtam. Na hello, hello. Hello. Ja, itt vagyunk a kúton, tankolunk, aztán kimegyünk raftolni. Neked van kedved jönni? Mehettek. Melyik kúton? Itt, ami itt van hozzánk közel. Ó. Oh. Láttuk is, hogy ment. Hazamegyünk. Oké, okay, oké. Okay. Hello, cseh. Hello. Ja. Cső. Hello. Ja. Szia. nekem kavics van a cipődbe. Ajajajajaj. Mi volt tegnap amúgy? Nézzetek ja, már rám, hogy hova lett a kabátom? Ott van. Ja. Igen, mert az előbb nem vetted vissza. Aj, Istenem, nem öltözzet baj. Az baj. Nem, jó van ez így. Na szóval, közben mondom, hogy kimennénk csinálni 2 darab boxert, illetve 5 darab baseballüzőt. Uh-huh. Viszont azt nem tudjuk, hogy a gyártás az, hello, az mennyibe kerül. Igen. Nem tudom, esetleg a fraki kasszából erre a célra lehetne kivenni szerinted? De hát természetesen. Egészen okay. Nyugodtan. Csak kérdés, hogy mennyit? Uh-huh. Hát mi tegnap, mikor nekifutottunk, akkor Med levett 2000-et, ugye a saját pénzéből. Aztán hát annyi gondolom elég, mert éppen azon gondolkoztam, hogy igazából ugye nem egy nagy összegért tudjuk ugye továbbadni, tehát gondolom akkor így a gyártási összeg se lesz olyan hatalmas. Hát, tehát csak ilyen pár száz. Benne van a pakliba. Van egy olyan érzésem, hogy keresnek minket. Igen? Aha. Akkor válaszoljak. Vagy... Ja, hogy ott, ja. Azt hittem, hogy valaki itt áll valahol a házaknál. El voltam gondolkodva itt az információ áradattól. Igen, akkor még folytatom az információ áradatot, egy pillanat. Tegnap megérkeztek ide a szürkék. Ide. Igazából a fegyverárakról volt szó, hogy ugye mi van, mondtuk, hogy mi is tudunk már mindent. Bocsánat, ide hívjam. Mert nem tudunk, kik ezek. Csak persze. Itt beszélni akarnak velünk, hát most ide jöttnek, nem? Hát vagy oda a benzinkútra, nem? Nekem mindegy. Jó van, menjünk majd akkor a kútra. Valakinél legyen már egy fegyver azért a biztonság kedvéért. Van. Van nálunk. Nálunk van. Ó, én kérek elnézést. Ez csak a gyártási helyek miatt. Így van, szuper. Mivel megyünk? GMC-vel meg a RAM-mal? Ja, szerintem. Hát az a baj, hogy oda a craft helyre nem nagyon tudunk bejutni, hajóval, csak motorral vagy hajóval. Ja, szépbe láttad, hogy mi a helyzet a piszkos pénzzel? Oda nem jutottam még el. Bementem, fölvettem hát ezt a fölsőm. Hát akkor kíváncsi vagyok. Jó, mert kaja is kell, van mindenkinél megfelelő mennyiségben? Aha. Oksa-oksa. Na, mit látsz? 77 ezer. Aha. Az hogy? Hát, sokat aludtál. De ennyit? Ennyit. Mennyit aludtam? Egy napot aludtam csak, nem? Hát igen, de már tegnap már 50-en felül volt egyébként. Jézus, mi a fasz történt itt? De amúgy, volt egy kocsilopás hajnalba.
Cigivel, fú, na hát hát tudjátok meg mi volt ott. Ellopta a rendőrautót. Szaladt, a rendőr szaladva kergette, aztán ellopta a rendőrautót, a rendőr kilőtte a kerekét. Úgyhogy fú, mi ketten voltunk, gondolhatod mennyire jó volt. Na aztán, ugye az a helyzet, hogy amúgy Cigi azt mondta, hogy ő megvárná a 100 000-es piszkost, hogy összegyűjjön. Hát nem tudom, amúgy már, ami lehet, hogy ezt a pénzt, hogyha kimosatjuk, akkor azt szét kellene már lassan osztani, nem? Mert szerintem mindenki amúgy kurvára le van égve. Igen, igen, abból már lesz egy osztás, várjál, 77 van bent, 76 van a kasszába. Az a lényeg, hogy 50 alá ne essen le a fraki kassza, ami fölötte van, abból lehet gazdálkodni. Jó. Viszont most akkor majd veszünk le pénz, vagy lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy saját pénz kéne, és akkor majd ezt levenni valahol ott a legközelebbi ATM-nél, aztán majd utána vissza kivenni ugye a fraki kasszából. Miért gondolod ezt? Nehogy hát, hogyha valami történne persze útközben, akkor akkor ne bukjuk el a pénzt. Hát igazából 2000-et mondtál, szerintem az a 2000 az elég is, meg az nem lenne egy olyan érvágás nekünk. Oké. Nyugodtan akkor vegyük ki persze. Akkor viszont ezt kivesszük, jó? Nyugodtan. Mi újságdi? Aludnom kellett sokat, nem éreztem magamat a toppon az utóbbi napokban. Én is így voltam amúgy. Annyit aludtam, hogy most még drogot se szívtam, most még jó vagyok mára. Na, király. Meg izé, most jutott eszembe egy pont így a zöldről, hogy tegnapi nap folyamán a, nem tudom, hogy már hol asszem, a tyútyum előtt láttunk egy emberkét, akinek 1/1, nem hiszed el, 1/1 ugyanilyen Porsche-je volt, mint nekünk. Öngyházis és az alapszín is egyezett. Mm-hmm. És mondtam neki, vagy sem mondtam, ja, Porsche, az a 911. Tudtuk neki, hogy festesse le. Oké, kivettem 2000-et, jó? Okay. Menjünk akkor, ugye? Azt mondta, hogy ma estére lefesteti. Uh-huh. Voltam bent a szerelőknél olyan 6 óra magasságában. Igen? Várnak minket? Jó van, várhatunk mindjárt. Aztán megkérdeztem a szerelőt, hogy átfestette, és még nem volt bent, úgyhogy... Szuper. Hová megyünk amúgy? Rajzolsz nekem egy térképet? Kíváncsi vagyok. Igen. Mert nekem van egy rém sejtésem még régebről, de akkor ezek szerint rosszul emlékszem. Oda kell menni. Ez az. Igen, oda majd hajóval tudunk jobban amúgy. Próbáltátok akkor a szárazföldön? Csere? Próbáltátok szárazföldön? Igen, de nem igazán jó az út, tehát itt Max Sanchez-zel lehetne megközelíteni, vagy pedig... Már mondjuk elvileg kocsival is el lehet menni amúgy. De Sanchez, hogyha jó. Jó, hát akkor... most vagyunk hatan, ugye? Hm? Olyat is meg tudunk játszani, hogy ketten megyünk. Sanchez-zel, meg négyen a csónakkal. Ja. Nem. Vagy pedig... Igen? Vagy pedig négyen csónak, meg bérelünk egy jetskit, mert az két személyes. Vagy az, az is jó. És akkor az úgy jobb szerintem. Ja, ne bonyolítsuk, menjünk nyugodtan akkor vizen, csak nekem a régi emlékeim azok felvezettek éjszakra, és ott a sineken át kellett menni, ott át a dombon, simán csak legurultunk a domba jár, ott volt egy kis part, ott megálltunk, kiszálltunk, és csak átsétáltunk igazából a part mentén, egy kicsikét a vízbe, és már ott is voltunk. De akkor ezek szerint ez költözött, mert teljesen máshol van. Akkor viszont kéne hoznom lóvét. Mennyibe kerül a bérlés? $200? 150 a jetski, illetve van nálam ugye $2000, annyi gondolom csak elég lesz. Tehát, hogy nem hinném, hogy ennyibe kerülne. Egy óra alatt végzünk? Mert annyi a maximum bérlési, persze. Biztonság kedvéért hozok 300-at. Jó. Legyen az a tuti, inkább legyen nálunk lóvé, ne legyen az, hogy pont amiatt szenvedünk. Hozok lóvét, és akkor mehetünk bérelni. Jó.
Nekem az a kék hajó, az tetszik. Mármint, hogy nem azért meg kék, hanem mert olyan wow. Ja, akkor mi van ki amúgy? De... 250 jobb lenne, nem? Tessék? Jetski jobb lenne, nem? Jetskivel menjünk? Mert vagy mindegy, ahogy gondolod. Én megyek veled akkor. Jó. A jetski az nagyon lassú. Nem. Akkor marad a jetski. Akkor jó. Egyáltalán nem. Jó van, már megijedtem, azt hittem, hogy... Hát, akkor menjünk. Jézusom, ez már majdnem olyan, mint egy repülő, mert feldob minket a levegőbe, és nem lehet irányítani. Igen. Ja, ez volt régen, és ezt ez autós is. Meg tudjuk csinálni autóval. Igen? Aha. Én is úgy tudom, csak... Jaj, kinek volt, jaj. Álljá, bentem még. Kicsit szerintem. Jó. Hupszi. Jaj, ez full az. Jó van. Ja, és zsebedben is van minden cucc. Aha. Na, baseball ütő ingyen. Jó. Úgy látom. Illetve itt van, akkor lehet itt baseball ütőt, boxert, tárat és SNS-t. De akkor hát, ez ingyen van, mert itt az SNS-nek is... SNS-nek is írja. SNS-nek is írja, hogy $0. Szóval nem vágom. Tár kerül 150-be darabja. Jaj. Figyelj már, hogyha most nekem, vagy nálam van egy baseball ütő, akkor még tudok többet magamhoz venni. Igen. Tényleg? Elvileg igen. Hát kipróbálok egyet, jó? Add át az ütődet. Meglátjuk. Akkor jó. És akkor úgy, eldobom. Tuti nem megy kárba, át is veszem, hogyha sikerül. Tessék. Oké, egy tárgyat meg is csináltam itt. Az, várja. Nem bírom odaadni. Hát figyelj! Várjál, gyere csak vissza. Tudom miért, nem? Mert ilyen hisz voltam, tessék. Én most sem bírom odaadni. Akkor baj. Aha. Úgyhogy lehet, hogy izé lenne. Bár, figyelj, drága most egy ütőnek a megcsinálása? Nulla. Hát alapanyag. Van baj nálam is, basszus. Na, mi a baj? Hát azt, hogy megcsináltam kettő boxert, az alapanyagokat elvette, és mégiscsak egy van nálam. Az biztos, hogy úgy van, igen. Az baj. Az, hát akkor itt csak egy boxer. Az ilyen macera egy kicsit. Egy darab lehet mindenkinél, de szerintem akkor az ütővel is ez van. Ja. Srácok, mindenkinél van baseball ide? Aha. Majd... Igen. A hajón van, megnézem a hajó. Hát nagyon minimális, mindjárt hát, megnézem. Akkor ez kéne nekem egy kicsit. 5 kilós. Na, van basszus, csomi? Basszus, de bánt hallod ez a boxer. Hát semmi baj. Így egyet elbuktunk. Basszus. Nem de most baj. Már legalább ezt is tudjuk, hogy mindenből csak egy lehet nálunk. Pontosan. Basszus. De ez a két műanyag, direkt úgy voltam vele, hogy két műanyagot, azt összeszedtem a múltkor, azt csak így tök véletlen, és mondom, ez tök jó, mert akkor ez így jó lesz ugye a boxerhez. És mégse. A rezet is így tegnap szedtük, meg a vasat is, de mégse. Na mindegy. Jó, van semmi baj, elmegyünk majd együtt és aztán szedünk. Jó. De ez tök jó, hogy ingyen van. Akkor csak a tárért kell fizetni 150-et. És az se vészes. Nem. Mehetünk. Viszont Oksi. Ide majd le tudunk jönni autóval. Igen, és akkor meg tudunk ugye nagyobb tételbe. Ennyi idő alatt végeztünk? Hát csak pár darabot jöttünk csinálni. Ja. Jó. Akarsz vezetni? Ha nem. Üha, ez baj. Miért? Mi a baj? Füstölünk. Mint az állat, ja. Az baj, tényleg. Vannak mi terveink mára?
Egyébként 4 darab vas, 1 darab réz és 1 nyanyag kell 1 darab boxerhez. Egy baseball ütőhöz, meg 5 darab vas és 3 darab vágottka. Aha. Nem tudom. Igazából most itt pont a boxernek az alapanyagairól beszélünk. Meg hogy majd abban mi van otthon, mert ha úgy van, akkor el kellene menni gyűjtögetni. Én be arra, mint amikor a szigetről jöttünk, tudod? Mi van a szigeten? Mikor a szigeten voltatok és jöttünk ugye vissza a városban, itt menjünk be, ott, csak így nem bírok mutatni. És akkor mi már otthon is vagyunk. Ja, de basszus, a kocsik. A kocsik. Tényleg basszus. Ja, de várnak a többiek elegen. A kocsikat el tudjátok hozni? El. A hajóból el ne felejtetek kipakolni. Jó. Mert még akkor levágtuk az utat itt a deszkivel. Eléggé elkezdtünk füstölni, gondolom ott a barlangnál összeért a két csónak. Nem merem megkockáztatni az odavezető utat. Jó van. Én meg ezt a 2000 dollárt, ami nálam van. Ja, meg a 2000 dollár. És akkor itt be. Hello, Jessica. Hello, Cha. Hello. Még itt előre. Cső. Hello. Hello, Cha. Hello. Akkor majd a lépcsőnél kiszállunk, és ennyi, igazából. Amúgy... Hallod, ezt nem hiszitek el. Pont ott álltunk meg, ahová jönni akartunk, lefulladt a jetski. Na szép. Merre vagytok? Ház mellett a csatornába. Ja, jó. Az komoly. Ott vagytok még a csatornába? Nem, már itt vagyunk a háznál. Viszont. Ja, jó. Mi még pakolunk a halladóna. Ez kemény volt. Még jó, hogy vannak ilyen ötleteink. Amúgy igen. Cső. Cső. Hello. Mik a nagy helyzetek? Hát elmentünk gyártogatni, de szerintem ma még elmegyünk gyűjtögetni. Fehér is. Vagy. Nagyon. Hú, de még milyen fehér. Ó, bossza meg. Mi a helyzet? Kérdező, mondjátok. Ennyi. Én átaludtam a tegnapi napot. Én meg elbasztam egy boxát. De... És kurvára bántam úgy. De... Na, hát... Mennyi van a sör? Megcsináltam egyet, és utána még egyet, és ugye így összeolvadt, és csak egy lett a kettőből basszos. Üres. Tigfehér vagyok. Aha. Igen. Az jó. És piros a hajad, ami kilátszik a sapka alól. Tessék szépen megnyugodni. Jó. Szerzünk majd még alapanyagot, és terepjáróval majd felmegyünk. Mert oda föl tudunk, és leparkolunk szépen, csomagtartóba tele lesz alapanyaggal, bemegyünk szépen, legyártjuk, egyesével kihordjuk. Az rendben egy van. Izgalmas nap lesz. Majd el kéne vinni egyet-kettőt gravíroztatni. Aha. Ó, megnézem, hogy milyen alapanyagaink vannak, meg hány darab. Boxer, az kinél van, srácok? Ninánál van szerintem. On me. Ha úgy on van, akkor már lehet, hogy amúgy izé... Mondom nálam. Akkor lehet, hogy majd tesónak is szólok, hagyok itt neki levelet. Aztán ő is. Ugye mindig ilyen hajnali bagoly, vagy éjszakai bagoly. És lehet, hogy ugye tud is ő is ilyenkor csinálni, és akkor így a szívós részét megcsinálja ő. Az baj. De mit csinálsz? Kattog a gyerek. Réz, vas. Nem vettem be aha, semmi ezeket tegnap tettük meddel. Rézből még kéne hozni. Aha. Meg akkor, ha már úgyis ott vagyunk, akkor vasból is. Műanyag is kéne. Meg műanyag is. Arra még emlékszem, hogy hol lehet szedni. Fölsegítelek. Ezt nem tudom, mi volt. Igazából... Drogot is gyártatnánk, majd azt tudjuk, hogy hol. Kettő. Azt hiszem, igen. Hűha, ezt majd meg kell néznem még egyszer, és akkor... Mi csinál? Drog. Ja. Az meg...
Mi van a kocsikkal? Még két ütő van benne. Ja, azt hittem, hogy két űrge ül benne. Mondom, micsoda? Mondom, mi az, hogy két űrge ül a kocsiba? Rossza meg! Mi van? Ne, mi rohamon van! Mi a fasz? Nem kéne meglátogatni egy orvost. Mi van veled? Nem tudom, de... Ez csak, van egy ilyenem. Adj, ha valaki adjon már valami csoda gyógyszert, mert... Milyen roham? Miről van szó? Mi van? Elkezdett remegni az előbb. Ja. Néha egy ilyen remegési roham fordul elő, de ez nagyon ritka. Mert sokat drogoztál, látod? Most én megpróbáltam már leállni, nekem semmi bajom, látod? Az lehet. Mondjuk azt nem tudom, hogy... Valami piszkálja az orrom. Még te csomó tudnál csinálni ilyeneket. Azt a kurva, állj már le, állj le! Elvileg kéne, hogy tudjon. Mert ugye ő kisebb rangban van, mint ugye itt a többiek. Aztán ő ugye nem látja azt se, hogy mennyi pénze van a frakinak, meg semmi. Igen, de elvileg kellene neki. Akkor jó. Aztán majd maximum, ha nem, akkor megoldjuk, hogy lássa, és hogyha úgyis fönt van éjszakákban, akkor nyugodtan tud akkor ő is ebben besegíteni. Mhm, oké. Ó, hozok ki cigit. Van nálam, adja? Aha. Parancsolj. Köszönöm. Hát amúgy lehet, hogy tényleg majd megérdemelni. Amúgy igen, mindenképpen. Mert bocsánat, basszus, kurva sokat dolgozik amúgy. Jaj, ja. Amúgy? Van valami terv? Hát, gyűjtögetni kéne. Szerintem ilyen a gyűjtögetés, van s rézműanyag. Nagyon jó szopós. Nem muszáj. Hát, ilyen szép számba vagyunk, nem akarunk pakolni egyet. Egyébként mit akartok pakolni? Ékszert? Ja. Nyilván. Aha. Motorokkal el kell menekülni a francba. Sok motor. Mert van mindenkinek már motorja. Nekem nincs. Ja, hát nekem van, oda tudom adni, hogyha úgy van. Hány, jó lesz, hogy így beszedem a túszokat valakivel. Hát túszokat... titeket. Túszokat szedni valakivel? Jó, meg igazából én benne vagyok, csak nekem menekülnem, szóval én valahol úgy lennék, tudod, hogy... Akkor majd jössz velem. Ja. Izé elvisszük vagy az excursiont, vagy másik nagy autót, azt akkor... Mi excursion? De előbb azért pakoljunk már egy kicsit. Tudom mondani Suburban. Jó. Jó. Itt a főpubban találkoztunk egy úrral, és azt kérdezi, hogy esetleg ilyen 10 óra tájékán megoldható-e az, hogy egy páran esetleg kimenjünk a rákászathoz, vigyázni rájuk, nehogy bármi baj történjen. Szóval biztos, hogy nem. 10 hát, óra. Hát, nagyon biztos, késő. Hogy nem. 10 órakor az már nekünk nem jó. Hát, 10 óra 10 dollár. És nektől sem fél 10 szám, mert 10 fele megyek, szóval... És? Meg azért ingyen ilyeneket nem csinálunk. De más. Meg ingyen ilyeneket nem csinálunk. Ó, a pisztolyt le kéne rakni. Jaja. Öt perc múlva jön valaki fel ide a shophoz. Meghallgatjuk ki az, kíváncsi leszek rá. BMW-t azt felviszem mindenféleképpen, mert tankolnom kell bele. Paksi? Várjál, a terepjáró az el lett rakva? Igen, de jött belőle véve minden. Ja, nem azért csak, hogyha megyünk gyűjtögetni, akkor azt is kéne majd vinni. Szerintem hozzal és utána egyből mehetünk is. Megyünk a bolthoz most, ugye? Igen. Uh-huh. Most? Király. Elmélt megtankolom a Suburbant. Nem tudom, hogy lehet, hogy nem igazán kéne őket lebeszélni basszus erről a rablásról. Most, hogyha ennyire akarják, hogy vannak elegem. Ja, semmi esetre sem, csak én nem tudok benne részt venni. Persze. Ha ők úgy érzik, hogy menni fog, akkor szokás egész nyugodtan. Szokás vállás, hogy módkor? Hát én tankolok. De igazából utána várjál, én majd kiszállok hozzá. De igazából, hogyha úgy van, akkor tudunk gyűjtögetni holnap is.
Akkor semmi tolják, akadálya. Hogyha akarják. Semmi akadálya, de... Ugye X-et mondtak, arra 4 ember kell. Uh-huh. Hát vannak annyian. Hát igen, mert akkor ők elmehetnek oda. Mi elmehetünk gyűjtögetni. Hát de azt vagy... tettük, hogy akkor én is éjtettem. A motorokat, a 220 az maximum gyárilag. Mert nekem gyári a motorom, de fölfelé 240, tehát nem teljesen igaz. Oksa, csak tudod, ezt láttam, ezt olvastam, mondom, szólok egyből. Beszélgetés után akkor ki az, aki benne van egy X-szerbe? Én. Én is kívesem. 3. Negyedik ember? Én most lehet kihagyom. Med? Én is. Na? Hát de várj, az előbb nem voltunk meg 4-en. De, én is úgy gondoltam. De az előbb nem voltunk meg 4-en. Tudom. Én 1, 2, 3. Meg akkor a táj az 4. Na, akkor azért, jó. Akkor megvan. Tudja a motoromat, ha kell valakinek. Túszozni meg, én nekem is ott van a motorom, szóval ezt én is oda tudom adni. Nekem is. Túszozni meg elmegyek akkor veled, aztán én utána elmegyek, elbújok valahova. Jézus, atya úristen! Az autópályáról a házig egy kerékkel jöttem, 3-50. Csak mondom. Akarom tudni. Ott esély SD? Nem tudom. Jó napot! Hello, csá! Üdvözlöm az urakat, illetve hölgyet! Jó napot! Nagyon szuktam, uram! Mi a helyzet? Annyit szeretnék kérdezni, hogy esetleg lehet csatlakozni önökhöz. Az igen, dír bele a pocakba. Hát, nem aprózzál, jó ember. Volt? Aztán miért akarna csatlakozni? Szeretnék egy, úgymond, munkát, illetve... tartozni valakikhez. Hűha. Most mond. Aha. Ezt ugye tudja, hogyha lenne is felvétel, akkor a bejutás az rohadtul nehéz. Ha. A kapásból úgy kezdődik, hogy 50 műanyag gyűjtése, 100 vas, 100 réz és 300 anyaros gyűjtése. Ez úgy, hogy kb. Másnapra szeretnénk látni a mennyiséget. Értem. Ez mennyire megoldható az ön részére? Hát megoldható. Sokat tudok városban lenni. Na. És tudja, hogy ezeket hol találja? Nem nagyon. Hát akkor... És ez lenne az... A műanyagot tudom. Szuper. Ez lenne ugye az első napra a feladat. A második napra már olyanok vannak, hogy 30 bélyek, 30 markolat, 30 cső. Ez is menne... Egyik napról a másikra? Hát mindenképpen próbálnám. Jó, mert... De szerintem igen. Uram, megkérhetném, hogy vegye le a maszkját. Köszönöm szépen, csak szeretnénk látni ugye így a potenciális jelölteknek az arcát. Hogyha nagyon meg szeretné próbálni, akkor a gyűjtögetést azt elkezdheti, és igen, és akkor várjuk a cuccokat. Ezt megkérdezhetem még esetleg, hogy mivel foglalkozik most az úr jelenleg? Most semmivel, sajnos. És előtte mivel foglalkozott? Szerelő voltam, illetve... Aha. Illetve? Illetve ennyi. Oké. És mióta van itt a városban, ezt én még így külön megkérdezem, ha nem probléma. Hát egy... Különbelül egy fél éve. Kábé. Az igen. Rendben. Tegeződünk, ha nem maragszol. Gottam, persze. Van nálattól meg cetli, vagy jegyzetön, vagy valami? Van, igen. Aha, nem látom. Ó, szuper. 50 műanyag. 100 vas, 100 réz. És 300 anyaros. Körülbelül holnap fél 9-ig legyen meg. És ide hozd ehhez a kúthoz, lecsekkoljuk, átpakoljuk, és akkor megkapod a következő feladatot, amit másnap egy adott időpontig teljesíteni kell, és akkor utána még tovább gondoljuk a helyzetet.
Jó, elmondod Léci még egyszer, hogy nehogy kimaradjon valami? Persze, természetesen. 50 műanyag, 100 vas, 100 réz, és 300 anyarozs. Jó munkát! Köszönöm szépen! Hello. Jó munkát! Hello! Ciao. Hello! Ciao. Na. Akkor. Hát hogy? Erre nagyon kíváncsi leszek. Hát erre én is. Mert amúgy szerelőként, hogy rabolhatod boltokat, ami volt sikeres és volt, nem? Na mindegy, ez az. Utána volt, vagy előtte. Tudom, hogy ti hogy vagytok fel, de nekem van egy sanda gyanúm, hogy nem fog neki sikerülni ez az alag. Hát akkor... Ha ez sikerül is neki, a bélyeges nem fog szerintem. Amúgy azt direkt úgy találtam ki. A kezdetben azt akartam, hogy 40 bélyeg, 40 markolat, 40 cső. Mert... Ha valahogy ki tudja okosítani, vagy meg tudja oldani, akkor az egyik felét megveszi, a másikat megkeresi. Amúgy igen. Jó. És akkor már megvan oldva a problémája. Szóval, mit akarunk? Szedni akarunk, illetve ékszert. Akkor ki az, aki menne ékszerre? Hát én biztosan jönnék motorral. Jó, akkor az úgy 3, és akkor Ninával együtt 4. Ja, viszont én ugye nem akarok menekülni. Teddy? Az akkor 3-an leszünk bent a boltban, mint múltkor. Jó. Jó, úgyis, akkor is úgy volt, hogy bent voltak 3-an a boltban, én meg vártam őket egy adott helyszínen. Az akkor... autóval, ahonnan mentünk tovább. Akkor Nina fogja kint várni titeket? Ja, az én lovas publiknek. Milyen autóval? Jó. Igazából mindegy, az a lényeg, hogy elférjünk benne mind a négyen. Akkor csak annyi, hogy 4 személyes. Hát akkor lehet a Suburban sem. Hát ja, vagy a BMW. Inkább BMW, ja, mert az sötét. Mindenki lép a motorja. Válthatunk kocsikra, aztán mehetünk. Nekem van, Árcsinak aztán nincs. Nem nincs. Ott az enyém, vigyed, full tuningos. Ott az én full tuningos izém is, motorom. Ja. Az enyém az hát nem full tuning. Enyém sem. Hát figyelj anyu, hogyha te nem menekülsz, akkor én elkérem viszont a tiedet, mert... Jó. Nekem jó, is nekem azon. Van páncél rajta, viszont egyébként nem lassít sokat. Nem. Akkor azt elkérem, ha nem baj. Akkor és... menjünk el publikba, azt odaadom. Meg itt az enyém valaki pattanjon rá. Azt beszéljük már akkor át, hogy akkor... most elmegyünk túszokat gyűjteni. Azt mivel? A Suburbannal. Vagy BMW-be. Jó. Oké, akkor elmegyünk túszokat gyűjteni. Oké. Utána akkor bementek ékszerre. Én miután ugye az ékszernél a túszokat lepakoltuk, akkor utána én kimegyek a lovas publikhoz, igaz? Ja. Jó. És akkor ott csak annyi, hogy várlak titeket. Igen, és igen. Jöttök, bepattantok, és ennyi, jó. Annyi, hogy 6 túsz kell, ugye? Minimum annyit kéne. De biztos, ami ziher, akkor inkább legyen a 6, legutoljára is annyi volt, annyival biztos, hogy mindenki is lehet teljesíteni. És hogyha... Nem, 6. Oké, és akkor még egy kérdés. Akkor mi legyen túszoknak, adjunk egy kis kárpótlási díjat, és van. Mennyit? Mindjárt mondom. Mert akkor ahogy a túszokat gyűjtjük, úgy osztogatjuk akkor. Uh-huh. Nem? Tehát, hogy még az elején, hogy akkor így együttműködőek legyenek. Igazából az is jó, de az is jó, hogyha már akkor adtok nekik lóvét, ha bent vannak a boltba, és akkor amelyiknek szóltok, az feláll, és akkor annak oda tudjátok adni. Mindjárt kitalálom azt, hogy 6 túszt fogtok akkor szedni? Hát szerintem annyit kéne, ja. Ki szeretne lenni a túsztárgyaló, mert én ezt hogy szívesen vállalom. Akkor meg is van. Akkor megvan, hogy ki lesz. Ja, jó. Oké. Annyi, hogyha 6 túsz lesz, akkor 900 dollár legyen átok, és mindenkinek 150 dollárt adjatok. Jó, jó, jó. Túlszedést? Ne maradjunk még itt addig a városba, hogyha netán beütnek ebbe a rendőrök miatt? Vagy azért csak többen vagyunk aztán, érted, hogyha megjelenünk hát több bulgárművel? Igazából túlszedni segíthetnétek, nem? Ugye, jaj, az se lenne a hülyeség. A baseball ütőt lerakjam, vagy tartsam magamnál azért? Szerintem elfér. Akkor most mi lesz? Hát akkor most haza. Ja. Ja. Mm.
Kinek kell az én motorom? Fúrós. Nekem. Hát akkor megpróbálom megtankolni. Jó, van. Az enyém akkor nem kell senkinek, a fullos. Nem. Viszem. Kiszállok. Szerintem ugyanazt kéne bejátszani, amit legutoljára nyomtunk, hogy menjünk el a motorokkal meg a BMW-vel az ékszerig, a motorokat rakjuk le az ékszer előtt, és akkor én meg akkor átülök a BMW-be. Jó. Fegyvert én vegyek magamhoz, tudsz szedni? Tessék? Akarod te szedni magamhoz, tudsz szedni? Hát, szedettem, vagy szedhetjük együtt. Hát de hogyha ketten szedjük őket, úgy csak gyorsabban összeszedünk a túl. Kettő külön autóval? Ha, akkor hát tudod, szerintem a kettő BMW-vel. Előfordulunk nálam is, előfordulunk már egyszer-kétszer. Pénz van valakinél túlszokta? Van. 74 adó. Már vettem le. Jaj. Okay. Pénzesünk megvan, szedjük. Két. Akkor mi ketten túlszokat? Közel volt. Aha. Jó. Akkor akik jönnek fel most velem, még két motoros az éjszere, az egyikünknél van fegyver, ugye? Szuper, köszi. A motorokat úgy rakjátok, hogy tudjuk, hogy melyik ki, meg ne legyenek lezárva, jó. Szerintem. Oda jó, hogy együtt okay. Megyünk. Az enyémet kiviszi, nincs festve a fényszúró. Illetve tiszteletet maximálisan adjuk meg a túlszoknak. Persze. Én viszem. Oké, és akkor létszes legjobb oldalra rakd majd a három közül, tehát ékszerből kijövet legjobb oldalra. Publikán is áll egy egység. Na mit vagyunk ékszerni már? Jó tudni. Szürkép. Hát őket nem, nem? Hello, csá! Hello! Figyeljetek már! Készülünk valamire, amihez közönségre lenne szükségünk. És jelenleg pont egy fegyver van rátok tartva. Megkérnénk titeket arra, hogy a rádiótelefont azt úgy dobjátok le, léci. De adjuk oda? Dobd csak le. Jó. Nagyon király, tükörben láttam, hogy egy telefon már landolt. Még egy telefon, nagyon jó. Rádió. Az nincs. Nincsen? Patoljatok be. Több igazad volt. Nagyon szépen köszi. Nem tudom, volt-e már ilyenben nektek részetek. Attól függ, hogy ez mi? Hát tudjátok, ez a idézőesen elrablás. De már mint hogy mire készültek. Volt? Ékszel. Ja. Azt még nem voltam. Az előbb voltam 10 perce 20, mi az boltnál. Merre, mert mi ember se láttunk, se halladó, se lefoglalt. Na mindegy, most már akkor megnézem, milyen az észre. Na, zsír. Köszönjük viszont szépen. Azt mindenféleképpen szeretném, ha tudnátok, hogy ugye ezeket csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha van velünk valaki, tehát muszáj úgymond túlszokat szerezni. Félnetek, tartanatok semmitől nem kell, nem esik semmi bajotok. Tényleg... Nem legyen olyan túsz, hogy egész végig beszél. Na hát bízunk benne, hogy olyan nem lesz. Nem is olyan volt, és már szűk. Igazából egy ilyen, hát sac kb. A rendőrökön múlik, de egy ilyen 20 perc, max fél órára tartunk fel titeket. Jó. És köszönjük szépen az együttműködést. Ez így van, nagyon szépen köszönjük. Nem leszünk hálátlanok, azt mindenféleképpen le szeretném szögezni. És a körülményekhez képest azért remélem, hogy jól fogjátok magatokat érezni. Illetve kajátok, piátok van-e? Van, kevés, igen. Kevés, jó. Akkor igazából mindjárt dobunk át nektek egy párat. Jó. Jó, és akkor majd itt... Szép a kocsi. Köszi szépen. Ide bejövünk, és akkor be is mehetnétek a boltba. Aztán milyen motor. Kevés kajájuk van, azt dobjatok át. Telefon el van dolga velük, nincsen náluk rádió. Jó estét, jó estét. Hoztunk mi is egy tűz. Ennyire könnyen sem vetnék.
szegények, én amúgy sajnálom őket, hogy a telefont el kellett dobniuk. Mert hozni kéne nekik telefont majd, úgyhogy többieknek átadni, hogy majd adjanak, vagy adják vissza, nem? Srácok, vagy... telefont eldobattuk velük, ha úgy van, akkor adjatok már nekik egyet. Majd jó, a végén. Jó. Én csak a SIM-et vettem ki és beraktam a zsebembe, tehát nálam van a SIM. Én inkább jobban szeretem eldobatni velük, nem kell, hogy az ott legyen. Akkor most összesen 3 plusz van, igaz? Egyenlőre. Jaja. Itt volt egy taxis lent egyébként. Lent. Itt balra. Balra. Ja, az izé. De megnézzük, szerintem az üres. Mert csak egy üres autó? Aha. Mindjárt ránézünk. Ja. Pacsi. Ugyan semmi baj. Mondjuk én nem is vettem észre. Milyen boldogan jöttek egyébként? Igazából szerintem a fellépés a lényeg, hogy ne támadjuk le őket, hanem mondjuk el, hogy közönség miatt, vagy mi az közönség nélkül sajnos ezt nem tudjuk megvalósítani, úgyhogy kell a segítségük. Persze. Nem fura ki ma halva a város. Amúgy igen. Nem is értem. Az kopterként nekem annyira nem tetszett. Nekem. Megvan még egy. Még kettő kell, ugye? Super. Igen, azt hiszem még kettő kéne. Nézelődünk mi is. Még 3, ugye? Még 2 kéne. És hát megnézzünk el a ja, szabó öltöző fele. Elég sok szabó van. Jó. Hopp, ott egy fotó. Ember. Jó napot! Hello, csá! Jó napot! Az a helyzet, hogy most jelenleg fegyver van magára tartva, illetve szeretném, hogyha... Szeretném, hogyha a telefonját eldobná. Hogyha van telefonja. Oké, rendben, köszönöm szépen. Most akkor összesen 4 plusz, igaz? Akkor most megkérném az urat, hogy feladjon be ide a hátsó ülésre. Köszi! Köszönjük szépen! Ott a következő. Léti, most visszak egy plusz, nátok is van most egy? Igen, egy. Akkor már csak egy kell. Hello, uram! Meg lesz. Jó napot! Uram, fegyver van magára tartva, megkérném, hogy a telefonját az dobja el, és üljön be a hátsó ülésre. Illetve a rádióját is, hogyha illetve úgy van, akkor... Egy pillanat akkor, ha megkérhetem. Csak nyugodtan. Megvárjuk. Van kettő. Akkor megyünk vissza az ékszerhez. Köszi szépen! Át is veszem. Köszönjük szépen. Kezét azt lerakhatja, uram. Ja, rendben, de elfelejtettem lerakni. Szuper. Bezsibott. Nem tudom, van-e valami kérdésetek esetleg? Hogy ez egy rablás lesz? Így van, így van. Hát egy ékszert szeretném kipakolni, csak hát kellenek nekem hozzá a közönség. Van időm. Nagyon jó, köszönöm. Tízig tudok lenni a városban. De jó fejek vagytok ti is, hát köszönjük szépen a segítséget. Ja, most tök jó fejek a túszok. Nem örülök. Köszönjük. Na. Ugyanezt a hozzáállást szeretnénk bent is tapasztalni, és nem lesz semmi gond. Na jó van. Akkor... Ezt viszont várj egy kicsit. Endékok? A endékok? Nem kaptak ők semmit. Azt figyelj, majd bent kapják meg. Figyelj, odaadom nektek az úrnak, itt a kalapos úrnak a telefonját és a rádióját, ezt majd a végén adjátok már vissza neki, jó? Jó. Odaadom neked. Berakom itt a táskámba. Na jó van, akkor szerintem vonuljatok. Adom még a telefont is. Jó. Akkor majd adjátok vissza a kalapos úrnak. Én nálam nem volt semmi. Eldobta a telefonját. Eldobta. Jó. Akkor a másik pilomos már ott vagy, ezt visszik. Na hajrá. Na, óvatosan. Nem marad itt zöld autó. De mehettek ezzel is amúgy. Sőt, ezzel menjetek is el. Akkor beülök a Madarszakba 2-2.
sikert nektek. Sok sikert. Viszont nekem most lehet, hogy át kéne öltöznem. Majd valahol egyébként. Még itt egy ruhabolt. Gyorsan akkor beruhanok, csak hogy mégsem a ruhába legyek. Jó. Többiek ti átöltöztök? Igen, már mit csináljuk. Hogyha az volt a kérdés, hogy mi lőttünk-e. Nem, öltözünk. Ja, akkor én értettem félre, sorry. Akkor mi is öltözünk, ugye? Ja. Az öltözéssel húzzatok bele, mert elég szar helyen állunk. Lámpát kapcsolod be. Ja, le van. El kell mennünk tankolni. Na, nem tele van. Hogyha valami több azt lenne. Akkor várjál, mindjárt megállunk valahol. Mondjuk nem itt. Ja, amúgy ott simán el lehetett volna bújni. Na, nézd meg ezt a szart. Megcsúsztanak? Kösz. Na mi van, nincsen benya? Nekem nincsen elvileg. Elvileg átcsúsztantam. Várjál, nem. Külső figyelme? Uh-huh. Oké. Okay. Tele van. Azon gondolkodtam egyébként, hogy a leadást azt majd holnap intézzük el. Attól függ, ha lesznek ott, akkor holnap, ha nem, akkor megpróbálhatjuk. De mindenképpen később. Persze. Szinte durván egy órával később egyébként, mielőtt megyünk aludni előtte. Erre menjünk. Hát nem tudom. Az az igazság. Hát valahol itt a környéken így gurulgatunk. Az ajándékok ki lettek osztva a túszoknak? Igen. Oksa. Én körözgetek addig itt a városba. Így van, mi is itt vagyunk, nézelődünk, hogy mi a helyzet. Köszi szépen, srácok. Sikerül a pakolás? Ja, már végeztünk, már csak rendőrök találunk. Pont azt beszéljük, hogy ha 10 perc múlva nem jön egy rendvédelem, akkor szépen a túszokat elengedjük és elmenjünk. Pontosan, ja. A 10 perc az mindenféleképpen legyen meg. Hát itt vagyunk 37 óta, majd elmegyünk 48-kor, és akkor még plusz 5 perc. Tökéletes. 45-kor elindulunk a publikba. Jó, oké. Annyi, hogy nem kéne őket itt hagyni, ne gyalogoljanak. Esetleg, ha valaki el tud jönni autóval, az jó lenne. Oksa. Eljött a rendőrség vele, de semmi mozgódás nincs. Nézzünk le a publik fele. Lenézzünk fő publik fele. Jó. Kettőszáznegyennyolcat sikerült egyébként elhozni. Még van otthon 12? 15. Van otthon azt, ami 15. Igen, akkor egy... 12-t magamhoz kell, hogy vegyek majd, mert ugye azt hiszem 20-assával lehet csak. Így van. Itt körözgetek az égszer körül, mindenhol, de sehol senkit nem látok. Publikban sincs egy rendőr se. Menjünk el ez jobbra. Jó volt. Ha menjünk el? Jobbra, itt.
Hát ez most egy picit csalódás. Amúgy a... Merre? Legyen egy jobbos, nézzünk le a szerelőt lefele. Szirénát hallok. Hallunk szirénát. Na. Külsős. Semmit nem látunk sem erre. Már körbejártuk majd az egész várost. Menjünk föl az ékszer felé. Az hang lehet csak városi hang. Ment a rendőr. Láttad? Nem. Esélyestünk egyenesen autókkal. Még hasonló, itt van mellettünk. 5 percet vagyunk benne. Most húzott el mellettünk a főpubliknál. Most meg mellettünk. Ó. Az mi kemény, hogyha ketten jönnek. Most fordult a X-er irányába. Hány rendőrt láttatok az autóban? 2. Az jó. Lehetséges, hogy nem kaptak értesítést arról, hogy mi itt baszkodjuk a biztonsági rendszert? Basz. Egy autó, 2 személy elhúzott el mellettünk, az ékszer felé mentek. Mennek. Itt vannak az ékszer mellett. Ja, odaértek. Itt teljesen jó. Valahova itt, ha megállunk. Egy kadétot látok meg, valami magasabb osztásban lévőt. Ennyi. Itt vagyunk autósulinál. Neked mennyire üres az üzemanyag? Hát így a fele alatt van egy picivel. Az önkormányzathoz vezető utcában állnak, de innen látni őket egyébként. Áll is le addig igazából... Úgy láttam, hogy Szeges még nem raktak le, útzárat se nagyon. Hogy mi is nem lesz a tőletek ékszertől. Ha bármi van, akkor szólok. Oké, és bár. Jó, köszi. Igazából amúgy lehet, hogy a tesóra is elhagyhatnánk a éjszakai leadást. Akár, az is jó. Szerintem az úgy biztosabb. Jó van. A motort elég nyugodtan áll is lesz szerintem. Kíváncsi leszek nagyon. Lehet így, hogy csak egy rendőrautó ment ki, igazából ez így nyátügy. Hát igen, de hála az égnek legalább ők kijöttek. Ja. Megbeszéltük a kéréseket a túszokért. 4-ért szeretnék pénzt kérni, 1-ért azt, hogy vegyék fel a szöges drótot, 1-ért pedig majd azt, hogy fel legyen az üldözés, ne legyen lövöldözés, meg pitelés. Hűha, ez meglepő volt. Hát ebben a feszült helyzetben úgy voltam vele, hogy ki tudja, hogy mi lesz a későbbiekben, nem szerettem volna elhalasztani. Jól esett, köszönöm szépen. Volt egy olyan érzésem, hogy tetszek neked. Aztán igazából, hogy őszinte legyek, már vártam is erre. Igen, csak vártam a megfelelő pillanatot. De mindig volt valami, ami miatt egy kicsikét távolra sodrottunk egymástól. Például itt volt a mai nap is, amikor nem fértem már be az autóba. Ezért kellett a RAM-mal menni. Ugyanez volt a múltkor is. Hát igen, nem mindig alakulnak úgy hát a dolgok. Hát sajnos. De amikor meg úgy alakul, akkor igyekszem résen lenni és kihasználni minden nyugodt mi percünket. Szuper! Ja, hát ahogy a múltkor is mondtam már ott a publiknál, hogy elképesztően vonzónak talállak. Aztán plusz az, amit meséltél is, meg ahogy megjelente a szigeten, hát komolyan, mint hogyha fentről küldtek volna egy angyalt hozzám, hogy jöjjünk vissza. Ott próbáltam nagyon meggyőző lenni egyébként. nagyon, hogy mondjam, hiányoztatok egyébként tényleg innen a városból. Te meg főleg, tehát hogy teljesen odáig voltam érted. Szöget ütött a fejembe egyből az a mondatod, és azóta is fel-fel csendül a fülembe. Nagyon jó esett. Ennek örülök. Nagyon izgultam, illetve azt hittem, hogy a tesómat ezt leütöm, mert nem hagyott szóhoz jutni akkor, amikor akartam. Ó. Hát amikor megszivattatok, hogy mégse jöttök, mert jó voltad nektek.
Hát akkor is egyből én akartam mondani, hogy de ugye pont hiányoztak a szivárványból, de ugye először őszólalt meg, és én utána mondtam ezt el. Tetszik, hogy ilyen kis harcias vagy, az amúgy nagyon jó. Hát igen, ilyen a stílusom egyébként alapból is. Szerintem elindulhatunk a publik felé, mert ugye a másik BMW az itt van, külsősbe. Jó. És akkor mi már ott várunk. Most azon gondolkozom, hogy ha majd itt elfordulunk jobbra, akkor ott lesz majd egy parkoló, szerintem odaálljunk majd csak be. Jó, ne azéhez álljunk, a garázshoz. Hát... Szerintem oda kéne. Álljunk oda le egyből? Aha. Jó, álljunk oda. Viszont utána én már átadom a kormányt majd. Oké. Okay. Az úgy mely hazáig, gondolom neked úgy kibírja, nem? Szerintem ki kéne, hogy bírja. Viszont a... Ja. Ja, fasz. Ja, hogy telefonon hívtunk titeket. Tényleg? Mi? Nem akartunk rádió megszólni, ez zavarjunk be. Nekem nem csörgött. Nekem se. Állítsatok a csengő hangot, muszáj, mert akkor nem csörög ki. Mi a fasz? Nem már. Igen. Hát hívni akkor a titeket, hogy most merre vagytok. Nem akartunk rádió megszólni, ezt akkor egy mi is jöttünk volna, de hát akkor... 4 túl, hozz előre. Akkor lehet vissza kéne menni, mert nincs egy külsős. Baszki. Oda bazd meg, akkor megyünk. Puszi. Oké. Hello. Ez van? Ja. Meglepődtem. Meg tudsz engem csörgetni? Persze. Én megtetszett ez a zöld. Ajaj. Itt vagyok. Fú, de lefagytál, mikor ezt beültél be. Aha. Ettől félek amúgy. Annyira megtetszett, hallod, ez a zöld kabát, vagy felső, vagy mi ez, vagy muszáj voltam megvenni. Nagyon jól áll. Hát csak ez nem olyan zöld, ami a mi zöldünk, de egynek megteszi. Egynek tökéletes. Tetszik, hogy ez egész ilyen nagy cipzáros. Mert tudod, ezért kell nekem tesómnak a pénze, ezért adja nekem, mert én folyamatosan ruhákat veszek. Ennyi, és jó az ízlésed is. Külön házat is venni kéne hozzá, annyi ruhámban. Na, majd megveszük valamelyik szomszédos házat. Jó. És akkor lesz egy ház, ami igazából egy egész gardrób. Pontosan. Most megy ki az utolsó túsz, aztán megyünk majd lassan, amikor a rendőrök írják, hogy megvannak. Úristen, tehát... Na ez a profizmus. Rendben. Itt vagyunk publiknál. Melyiknél vagytok? Itt, amit beszéltünk? Aha. Zsír. Elindultak. Antilla is ráztam. Oksa. Engem követtek? Melyek a lovas? Én is leráztam, megyek lovas. Nem, teljesen más irányba a rendőr, menjetek nyugodtan. Tovább ment egyenesen a főúton. Akkor lovasnál talap. Akkor itt várunk. Akkor most melyiket üldözik? Jackson? Jack. Aha. Most kanyarodott fel a gazdag negyed fele, de... Mondom, ma messze vagytok, nem? És kinek van... kinek van az ékszer? Tájnál. Aha, na szóval. Kinél? Tájnál? Nem értettem, mert ketten rágyóztak egyszerre. Kinél? Nálam, Tájnál. Aha, akkor jól értetted. Oké, okay, szupi. Már az egyiket hallom. Én megérkeztem lovasod. És a rendőr visszatért itt a városba, melyik szer körül. Csak veled nézze rendben? Aha. És arra lovasod, te is ide tudsz jönni? Persze. Egy pillanat is ott. Elmenjünk még most motorral átalakítani nem, az ékszert? Nem. Semmiképp motort nem. Motort pakoljuk le. Jó,
Kész kablésvet küzdtem, hogy még véletlenül se tudjak. Viszont... Bocs, nem veszem el a helyedet. De várjál, mert akkor a másik... Ja, jó. Jó fejek voltak egyébként, megpróbáltam én is az lenni, mondtam nekik, hogy izé nyugodtan menjen a rendőr az autóig, csücsenjen be, akkor legyen fel az üldözés, meg ilyen. Ezt nem hiszem el. Le vagy füstölve? Nem, le van foglalva. Az baj. Hát tényleg, azt tudom, hol parkoltam vele utoljára. Na várjátok már. Ezért bementek a Groove-ra, hallod? Kik? Kik? Hát a vontatósabb, bazd meg. Az baj? Ott van. Mi? Ott a bömösöd. Ja, tényleg, bazd. De buta vagy. Na de akkor üljünk be, azt haladjunk. Jó. Közben. Gyors volt. Előveszem a fedgyeremet. Megemelem itt a bal oldali ülést, és berakom az ülés alá a fegyvert. Jó. Jó. Fegyvermen is nem eldugtam az autóba. Hova megyünk? Haza, nem? Haza megyünk. Jó. Két BMW. Én nekem viszont hamarosan mennem kell, és kacok a városból, nem tudom nektek ez mennyire van is izé. Hogy akkor mikor akarjuk leadni az ésszert. Szerintem majd bátyámnak hagyunk egy levelet üzenetbe, és akkor éjszaka, amikor már ugye mindenki alszik, ő tudjátok olyankorban ébren, és akkor úgy nyugiba leadja. Hát annyi. Tényleg az is jó, és akkor berakja addig a szépbe, a szekrénybe a pénzt. Jaja. 69 tempomat. Ugye 76? Így van. Akkor fejenként 10-es, az durva. Ez nagyon durva. A fegyver gyorsan be. Én meg inkább átöltözök, mert ez így... Oksa, ékszer fegyver be a szépbe. Ja. És öltözünk vissza. Szép munka. Egy 10-es fogja mindenki markát ütni. Azt mondod? Aha, mert most itt matekoztunk visszafele évet. Ha megvan a 100-as piszkost, ki lesz mosva, akkor fejenként mindenkinek 10 jut a zsebébe. Hát jó, az tényleg zsír. Motor sincs, de eldob le. Figyelj már most, hogyha tesómnak őnek nincsen kulcsa a széphez, akkor nem bírja leadni és berakni a pénzt. Hát azt nem. Nincsen hozzá kulcsa? Hát ő nem látja. Ja igen, ezt még mondtad is. A páncélszekrény, akkor... a pénzes fiókra gondolsz? Aha. Hogyha a széphez beteszi már, mint a szekrénybe, oda nem, akkor... Oda nem, oda tiszta pénz nem lehet. Aha, jó. Hát akkor elrakja a bankszámlájára, aztán majd leveszi. Ja, hát... Akkor jön valami, jössz te, vagy bárki. Ja. Itt végül is az is megjátszható. Persze. Vagy igazából amúgy most van két rendőr, szóval túl sok mindent nem tudnának velünk kezdeni. Azért mondom, tehát hogy elsőleg oda megyünk egy... Megvan, most elmegyünk kettő BMW-vel. Vagy négy fegyvert, vagy még anyám kell. Még annyi sem. Elmegyünk több illan marad aztán. Túlerőben vagyunk teljesen, tehát... Ja. Vigyünk jó, de a múlt kis túlerőben voltunk, ott voltunk, hogyha tök mégis odaért két rendőr, szóval akkor érted. Akkor most visszahozzam az ékszereket? Ezt gyorsan dobjuk le, na. Na, de megpakolom magam. Akkor... Ja, levegőd, akkor utána én megyek mára. Akkor visszafelele is tudtok rakni főpubba, az akkor az ékszer. Viszont akkor menjünk a lehető legtöbb autóval. Aha. Na, sütjük. Hozzam az én is az enyémet. Akkor menjünk a három BMW-ből. Ja, Dixon majd kiabálj. Köszi. Ja, én nem is veled jövök. Ja, bazd meg. Nem. Tankolni kéne. Nekem nem mindig tele van. Okay. Epuka, ez a felállás, ez nagyon beteg. Taj, te merre vagy? Itt ők a széfnél, és van egy kis dolgom szeretek. Megvárunk akkor. Visszajövök érte, gyertek nyugodtan. Tankolunk. Ékszer most akkor kiknél van? Nálam. Nálam. És nálam. Szuper. Akkor ti felmentek, meg akkor nem maradunk, nem? Az úgy jó. Így van, és akkor a három ember, aki fölment, abból egy pakolja állandóan lefelé, a többiek adják át neki. Uh-huh. Ez full tiszta. Jó, akkor én már futok is be. Oké. Okay. Annyi, hogyha nagy baj van, valaki körözzön, és akkor ha valami nagy baj van, szólunk, és akkor egy túszt hozzatok.
Jó. Majd a rendőrségnek a belső parkolóban csak egy autó van. Igazából nincs miért rejtelgetőzni, parkoljunk oda be a másik autó mellé. Elkezdem szétpattintani az ékszereket. Takony kölök a kis csomaggal a kocsija tetején pofázik. Hagyd ott a francba. Mi már itt vagyunk, leparkoltunk szépen. Megyünk ki. Végeredményben 8822-t hoztunk el. Az nagyon jó. Na, zsír. Ez majdnem egy 10 dolar. Hát a 22 az az, az a tankolási anyagom, de... Hazavisszük te... Vagy nálad van? Nálam van, itt vagyok, megötted el. Ó, akkor hazavisszük a lóvét. Majdnem 10.000 dollár, az az elég jó. Hát jaj, mert a múltkoriból is maradt ki ugye 15 dollár. Hát egy 600-as maradt abból. Vagy mi, na a 10 darab, na, basszus. Én viszont a pubikban akkor leválok tőletek mára. Jó éjszakát mindenkinek. Jó éjszakát. Jó éjt. Sziköszi. Én ezt már futok is lerakni. Oksa. Na. Annyi. Ennyi. Benn van, baszki. Ja, viszont én is elteszem magam. Ó, már én is, már. Én is. Mert már túlaludtam magam, szerintem, mert megint fáradtnak érzem magam. Na, ez egy tartalmas nap volt. Mindenki otthon van. Aha. Aha. Megyek. Jó éjszakát, hello, hello, cső, hello. Szín, bim, bim. Hello, bazd meg. Valami, itt a kocsi. Bocsánat. Ez a törött szar a miénk. Még jó felni, hallod? Arról meg lehet különböztetni. Tényleg. Nem bírok beszélni. Ez hogy volt? Ezt mondd még egyszer. Ez jó volt. Na de nem fura lett az autód. Szarán van tőle. Átsítem erre. Itt vagy főpublik, nem miért? Tudsz nekem segíteni egy picit majd egy-öt percre? Jó, persze. Hova menjek? Mindjárt ott vagyok én is. Az igen. Esek össze. Olyan fáradt vagy? Nagyon. Ó. Azt tudom mondani. Lehet felállok azért? Oké. Okay. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nem bírok. Hogy, hogy nem bírsz? Jó éjszakát. Azért. Na jó van. Puszika, jó éjszakát, mert kb. Felborulok én is. Jaj. Csia. Te visszintesbe vágtad magad. Vigyázz, befekszeg. Oké. Okay. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Na, srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt ez a mai rész.